A DVTK kezdő 11-ében két változás van az egy héttel ezelőtti haladás elleni kezdő csapathoz képest. Akkor Csirmaz összegyűjtötte az ötödik sárgáját, így eltiltás miatt hiányzik. Farkas Dániel fogja majd helyettesíteni Csirmaz, és ahogy már említettem, Komán megsérült a bemelegítés alatt, az ő helyére Cseke Benyámin került be a középpályára. Egy bátor lövés. Eppel. Lukács mehet ezzel. Lukács megpróbál kilépni. Varga zárna be, de nem éri utol Lukácsot. Aztán végül ez mégis sikerült. Lukács lő. Utvágner véd nagyot. Gera. Bényei húzódik ki Gera helyére. Morgált a útját a labdának, aztán beleügyetlenkednek. Egy óriási hiba Siófoki részről. Bényei előtt az Ice gól. Hát a Siófok összehozza a hazai csapatnak a vezető találatot. Elsőre Hutwagner még bravúrral védeni tudott, de másodszorra már nem volt esélye. És hát tovább mélyíti a balatonparti csapat a saját gödrét az ilyen megoldásokkal. Egymásra vártak a siófokiak, és Bényei végül gólt szerzett. Itt láthatjuk, Varga megszerzi a labdát, aztán ott Debrecenivel nem értik meg egymást. Először Eppellő, aztán Bényei a kipattanó, és ő már bepasszolja. Itt még egy bravúra Siófok kapusától, meg hiába próbálnak ketten is szerelni, Bényei gólt szerez. Horváth. Mögötte Balog. Ketten a siófokiak, Horváth ellövi, Danilovic nyújtózkodik, de nem kell hozzáérnie a labdához. Les határon Eppel, Hutwagner kijön a kapujából, Eppel, gól! Hát most Hutwagner elszámolta magát, és megvan Eppel Márton negyedik találata a szezonban. A DVTK pedig él azokkal a hibákkal, amiket a Siófok elkövet. Nem is nagyon kell megizzadniuk ifjabb Szergej Kuznecovéknak, mert viszonylag könnyebb helyzetekben, szituációkban rontanak a siófokiak, így pedig azért könnyebb volt szerezni. Les egyértelmű, hogy nem volt Varjas sokkal előrébb, mint Eppel, aztán ott sem a védők, sem Hutwagner nem áll a helyzet magaslatán. Legalább egy becsúszást azért Debreceni megkockáztathatott volna. Lehet, hogy úgy érezte, hogy nem érheti el a labdát, de legalább az érzés meg lett volna az emberben, hogy akarja. Tehát Varjas, valamint Hutwagner is elmarasztalható ezért a kapott gólért. Cseke. Nem volt rossz az a kiugratás, egy picit volt csak hosszú Gerának. Bényei. Jól tette tovább Eppel. Gera. Jön a beadás Lukács fejjel fölé. Genikházi is volt korábban a DVTK játékosa. Még 2013 és 2015 között volt közte egy kölcsönjátéka is Dunaújvárosban. Hoppá, ott a gól! Genikházi az első labda érintéséből összejön a találat. És tényleg a semmiből szerez most gólt a vendégcsapat, de ez a mérkőzésnek azt hiszem, hogy jót tehet. Genikházi látványosan nem ünnepel, sőt elnézést is kér korábbi csapatának szurkolóitól. Itt a pályára lép Genikházi, és aztán Szakály szöglete után a levágódó labdát, mielőtt még az földet érne kapásból, a hálóba rúgja Genikházi. Hát így kell beszállni. Ez jó csere volt Domján Attilától. Horváth kiteszi a szélre. Major tud fejelni, Danilovic fogja. Márdos. Könyves. Márdos megy is középre. Könyves egy csel befelé. Uff. Gyönyörű lett volna. Bertus. Előtte Könyves. Bertus inkább középre szerette volna passzolni. Talán most nem ez volt a jó döntés, de itt
lehet most javítani Bertus ezúttal. Beadja, és ez most jó döntés. Ezzel el is dől a mérkőzés, Lukács talál a hálóba. A haladás kapuját is bevette Lukács Dániel. Ez pedig már a 9. találata ebben az idényben. Picit megnyomta a DVTK, egy picit felpörgette a játékot a hazai csapat, és ennek rögtön gól lett az eredménye. Innen pedig már nem lesz visszaút a Siófok számára, ez egészen biztos. Bertus elsőre nem választott jól, másodszorra igen. Lukács pedig kilép a védők közül, senki sem tudja őt lekövetni. Varjas nem tudom, miért nem ment legalább a labda irányába, a labda felé. Lukács ment, és gólt is szerzett. Polényire vezeti rá. Az lövőhelyzet Illés elvállalja Huth Wagner. A DVTK magabiztosan 3-1-re legyőzi a Siófokot, és ifjabb Szergej Kuznyecovék így 4 pont előnnyel vonulhatnak téli pihenőre.